Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képeslapokat is. Ez úgy működik, ha becsukom a szememet, látok magam előtt egy képet. Ez a kép nem mozog, tényleg olyan, mint egy képeslap, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai képeslapon volt egy nagy mező tulipánokkal. Minden tulipán egyforma volt és sárga színű. A tulipán mező közepén volt egy piros rózsa, egy vörös rózsa. Ott kiemelkedett, sokkal magasabb volt, mint a tulipánok. És a kép felett kék szín volt, olyan, mint az ég. Én úgy gondolom, hogy a tulipánok jelentik azt, hogy mi egy csoportban vagyunk, egyformák. Minden tulipán egyforma volt, mindegyiknek sárga színe volt. Egyformák vagyunk. De ott középen ez a piros rózsa, ahogy kiemelkedett, mi is kiemelkedhetünk ebből a csoportból, vagy kimutathatjuk a mi egyéniségünket. Hogy látod te ezt a képet, leírhatod a kommentárba. És most megnézzük, hogy mi az üzenet a Bibliából. Van egy nyakláncom, ami úgy mozog ki, mint egy inga bizonyos szavaknál. Egy időben kapok gondolatokat is, és így alakul ki ez a kommunikáció. Most sok a dolgod, cselekedni fogsz. Van nálad egy kívánság, egy álom, és ez megvalósul. A kulcs a te kezedben van, és ezzel kinyílik valami. Ez lehet egy látogatás, vagy beszélgetés a családi kapcsolatokat illetően. Te szeretnél valamit eladni, de az időpont nem alkalmas erre. Várjál 2 hetet. Úgy érzed, hogy valaki zavar téged a munkahelyen, zavarja a munkádat. Ne magyarázkodj, hanem kerüld el ezt a személyt. Nem kell magyarázkodni, mert valaki keresi a hibát benned. Kerüld el ezt a helyzetet, mert úgysem fog ez a személy megérteni téged. A kulcs a kezedben van, és te intézed a dolgokat, de nem szabad, hogy alkalmazkodj most másokhoz, ne engedd, hogy kihasználjanak téged, nem szabad másokat szolgálni, vagy megalázkodni. Az országban lesznek új törvények, vagy lesznek kapcsolatok, szerződések. Látni fogod, hogy az országnak szüksége van ezekre a kapcsolatokra. Hamarosan lesz egy találkozás, hiszen valaki beszélni szeretne veled. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!